sportosat. Híradónk vendége Gál László, az FTC és a Videóton korábbi ügyvezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó esét kívánok! Mielőtt elkezdünk a Ferencvárost kibeszélni, mi van a fiaddal? Jól láttam, hirtelen a Nyíregyháza védelmében feltűnt? Igen. Korábban még egy másik csapatnál játszott. Igen, Kozár Miszenyben játszott. Február elején egy közös megegyezésre szerződésbontásra került sor. Így szabadon igazolhatóvá vált, és megkereste a Nyíregyháza, avval a kéréssel, hogy igazoljon hozzájuk, hiszen a Nyíregyháza nehéz helyzetbe került, mondhatni, hogy a komplett védősorát sérülések, betegségek miatt elvesztette, és mivel hogy a Szabolcs ezen a poszton játszik, ezért adta magát, hogy megkeresték, odaigazolt, remek körülményeket talált, aztán majd meglátjuk, hogy a teljesítményével reményeim szerint komoly névjegyet tesz le. Jól tudom, nyárig szól a megbízatása. Igen, természetesen nyárig szól a megbízása. Az én tudomásom szerint abban maradtak, hogy a teljesítménye alapján nyáron leülnek és döntenek a folytatásról, vagy pedig az elbocsájtásról. Nem pár hónapja vagy a magyar labdarúgásban. Mennyire van egy ilyen szónak, vagy akár leírt szónak ereje, hogy a teljesítménytől függ majd, hogy hosszabbítunk? Mennyire lehet ez komolyan venni ma a magyar labdarúgásba? Nyíregyházát ebből a szempontból, ebben a helyzetben most kiemelni, hiszen ahogy mondtam neked, tényleg egy példátlan sérülés hullám érte el a csapatot ezen a poszton. Egyébként a labdarúgókkal szembeni, vagy a labdarúgók a kötött szerződésnek nagy a tisztelete, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség erre hatványozottan odafigyel, hogy ezek tényleg valós munkaszerződések legyenek. Ott nagyon komoly problémákat látok, hogy a jelen pillanatban NB1-ben, NB2-ben játszó magyar labdarúgók igazából a képviseletét ellátó menedzserirodákkal kötött szerződéseknek mennyire kell megfelelnie. Az én tapasztalatom az, hogy sokkal erősebbek ezek a szerződések, játékos pályafutás vagy teljesítmény befolyásolóként, mint maguk a munkaszerződések. Egyszer kéne a Magyar Labdarúgó Szövetségnek időt szakítania arra, hogy nyilvánosságra hozza, kik és milyen alapon dolgoznak menedzserként a magyar futballba. Pontosabban azt is nyilvánosságra kéne hozni, hogy ezek az egyébként általában külföldi, erős külföldi kapcsolattal vagy külföldi kézbe lévő cégekkel kapcsolatban álló menedzserek hány darab játékost tudnak szerződésileg a saját maguk menedzserirodájába tudni, mert a személyes tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon komolyan tudja befolyásolni egy csapat életét, vagy szakmai teljesítményét, az, hogy kikkel dolgozik együtt. Mire gondolok? Tudomásom szerint azért van Magyarországon olyan menedzserőd, aki 100 fő fölött van szerződéses viszonyban, és én például a Magyar Labdarúgó Szövetség helyébe pontosan a versenysemlegesség miatt húznék egy vonalat, hogy egy menedzseri oda hány magyar játékossal köthet szerződést, mert ezek a menedzseri odák nem csak magyar játékosokat foglalkoztatnak, hanem külföldről is hoznak külföldi játékosokat, ami a magyar labdarúgás szempontjából ezt a katasztrofális helyzetet hozta, ami ma van, ami azt jelenti, hogy például a magyar NB1 hivatalos adatai szerint több mint 50%-a külföldi játékos. Ez megengedhetetlen. Ez a magyar labdarúgók munkahely vagy munkavégzési védelmének egyáltalán nem
ad alapot, azt kell, hogy mondjam, hogy szánt szándékkal a magyarokat szorítják ki, magyar állampolgárokat szorítják ki a magyar piacról, üzleti érdekek, ez megengedhetetlen véleményem szerint. Mivel hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek egyik és legfontosabb feladata a magyar futball érdekvédelme, erre nagyon oda kéne figyelni, nem slendriánságból, hanem kimondottan üzleti érdekekből nem figyelnek oda. Nem vetlen kérdeztem, hogy mennyire van ereje annak ma a magyar labdarúgásban, hogy azt mondják valakinek, teljesítményettől függően döntünk majd a jövődről, mert ugye most ebben az ügyben, amit most előtt felvázoltál, és megkérdeznéd a másik oldalt, klubtulajdonosokat például, hogy miért van így, hogy van, ők azt mondanák, és mindenki ezt mondaná, hogy ők sem ellenségé saját maguknak. Ha vannak jó képességű magyar játékosok, akkor őket játszatnák, de nincs. Ezt mondják, és ezért van ennyi külföldi. Érted akkor, hogy mire gondolok? Igen, itt, hogy mennyire van hitele tulajdonképpen itt a magyar labdarúgásban? Most mondunk egy ilyet, hogy ha jól játszol, akkor hosszabbítunk. A magyar klub tulajdonosok a magyar futball szempontjából egyáltalán nincs hitele, és nem igaz, amit mondanak. Nem igaz, amit mondanak, hiszen ha a licenszérfolyamot egy jól üzemeltetett NB1-es vagy NB2-es szinten üzemeltetett utánpótlást is üzemeltetned kell. Tehát egy magyar klubtulajdonos nem mondhatja, hogy drágák a magyar fiatalok, hiszen éves szinten NB1-be, NB2-be 2000 darab, 2000 felnőtt futballista, 19 év feletti futballista lépi át a felnőtt futball küszöbét. És ebből az elmúlt 10 évben gyakorlatilag egyetlen egyet nemzetközi szintű klasszist, vagy világszintű klasszist, egyetlen egyet nem tudunk felmutatni. Kérdezem én, ez hogy működik? 10 év alatt az 20 000 játékos. Az 20 000 játékos. Hol van ebből Puskás? Hol van ebből Albert? Na, hol van ebből Bele? Ezeket tudni kéne. Hát ezeket az embereket, akik kéne, hogy képezzék ezeket a futballistákat, ezek a tulajdonosok fizetik. Hát eredménytelen embereket fizetnek. A magyar utánpótlásban dolgozók eredménytelen munkát végeznek több mint 10 éve. És kapják a pénzüket, kapják a fizetésüket úgy, hogy semmiféle értéket nem tettek le a magyar labdarúgás asztalára. A futballnyelv, vagy a zuhanyzó nyelv, ez azt mondja, csókosok ezek. Tehát a Cimbi, a haver, a Jóska, a Piska, gyerek, keresel havonta 800 000-et, 600 000-et, 700 000-et, és semmit nem kell csinálnod. Tehát itt nálunk tényleg utánpótlás nevelés zajlik, de nem tehetséggondozás. Ez óriási különbség. Hiszen már a legfiatalabbaknál nem a kiválasztásra megy a dolog, hanem arra megy a gyerek, hogy minél többet fizessenek a szülők, és onnantól kezdve szokjadok hozzá, hogy majd a menedzsereken keresztül finanszírozzák a magyar futballt, és majd az kerül oda a magyar futball felnőtt asztalára, aki egyébként javarészt, a 100%, 50%-áról beszélek, képzetlen, ügyetlen, nem nemzetközi porondra való. Hát hogy fordulhat az elő Magyarországon a Ferencvárosi Torna klubnál, hogy most ugye a Leverkusennel kerültek össze, és láttam egy statisztikát. A két csapatba, és ez egyébként nem csak Magyarországon, Európára is jellemző, ez két multikulti csapat, a két csapatban 23 ország, a keretekben 23 ország labdarúgói vannak benne. 23 ország. Hát könyörgöm, hol van itt az európai futball védelme? Tehát hol van az európai emberek védelme? Hirtelen elkezdtünk nem Beckenbauerek lenni, meg nem overátok, meg nem netszerek, hanem fekete norvég. Tehát hogy?
Tehát ezek abszolút üzleti dolgok, és Magyarországon a Ferencváros finanszírozása, amelyik alapjáraton, nevezzük nevén a gyereket, javarészt állami különböző csatornákon keresztül, a saját állampolgárait másodrendűvé degradálja a képzés miatt. Hiszen nem adja meg a saját maga állampolgárnak, a saját maga gyerekeinek nem adja meg azt a képzési színvonalat, hogy Európában vagy a világon vezető szerepet töltsenek be. Nem várható el a mai Puskástól 12 évesen, hogy ilyen minőségi munka mellett kifussa a tehetségéhez mérhető legnagyobb pályafutást. Szeretnék, ez nem statisztika, ez tény. MB3. A Ferencvárosi Torna Klubnak az MB3-as csapata jelen pillanatban 13-14-12 MB3-ba, a nem tudom én melyik csoportba, ezen a helyen van. Nem szeretek visszamutogatni a múltra, de 1998-ban ugye a Ferencvárosban dolgoztam intézőként, ma azt mondják, hogy technikai igazgató, nem a titulus a lényeg. Volt egy úgynevezett junior csapat, ami akkor mondjuk körülbelül szervezetileg a mai MB3-nak felelt meg. Kérem szépen, ha a Ferencváros junior csapat, ami egyébként éveken keresztül nyerte a junior bajnokságot Magyarországon, akkor, ha jött egy MB3-as csapat edzőmérkőzésre, vagy jött egy MB2-es csapat edzőmérkőzésre, tehát másodosztályú csapat, vagy első osztályú, vagy harmadosztályú csapat, akkor engem, mint intézőt, dr. Páncsics Miklós leküldött az öltözőbe, és a következőt mondta, mondd meg nekik, hogyha az MB3-as csapat ellen nincs a mérkőzés végén 5 gól különbség a javunkra, akkor büntetés. Most azért volt vicces a Miklóstól, Isten nyugosztalja, Magyarország egyik legkomolyabb labdarúgó vezetője volt tudásilag mindenféle szempontból. Ez azért volt így vicces, mert hogy a junior csapat egy vasat nem keresett. De ha nem győztek 5 góllal, akkor a nullából elvettek. Otthonról behozták a pénzt. Ha az MB2-es csapattal játszottak, akkor Miklós nagyon-nagyon rettentően engedékeny volt, és azt mondta, figyeljetek ide, néha belefér az X, mondjuk ha másodosztályban a harmadik helyen volt a csapat, az ellenfél, de azért jobban örülnék egy győzelemnek, akkor nem büntetett. Ma 14. az MB3, az a középcsoportban, 14. És a gyerekek nem változtak, mert ugyanúgy az utánpótlásból felkerült, vagy egy-két évvel akkor már a felnőtt. Az a gond, hogy nem elég képzettek? De az a gond, hogy a magyar fiatal nem ugyanannyira nem hülye, mint a magyar felnőtt ember. Azaz? Ha nem követelsz tőle, nem teljesít, mert így is megkapja a pénzét. Ez az NB1 Európának a 35. vagy 36. Erősségű bajnoksága. A magyar bajnokság. Az a magyar bajnokság, aki Puskásokat, Alberteket, Nyilasikat, Töröcsikeket, Fazekasokat adott a világ vagy Európa futballjának. Hát azért nézze meg, hogy az utolsó, nyugodtan mondhatom, világklassz is ugye Détári Döme volt, ez nem vita kérdés, de azért előtte ott volt közvetlenül Nyilasi, ott volt előtte Töröcsi. Jó, akkor mit kéne csinálni? Hát talán dolgozni kéne. Tehát nem ezt a multikát, nem megzabálni ezt a majd a Transfermarkt megmondja, hogy mennyi millió euró ül egy idióta egy számítógép előtt, az ütögeti, hogy a Kunta Kinte mennyibe kerül a Ferencvárosnál. Majd ő megmondja, mert leírja, hogy most 3,8 millió. Tudod, mennyibe kerül? Én elmondom neked, Józsi, hogy mennyibe kerül. Amennyit adnak érte. De ezek nem adnak. Tehát a Lajdumi, azt tudod, mennyit ér? 4 millió eurót. Tudni, kifizették érte. A Tokmak, az meg nem ér egy ruppót se, mert nem fizették ki érte. Ennyi. Tehát ott vagyunk az Európa, Isten áldjon meg mindenkit. Tényleg, gratulálok. Hát ezelőtt 20 évvel, ha Fradi nem jutott be az UEFA kupa 16-ja közé,
Az Üllői-úti stadion előtt kiszurkálták minden játékosnak a kerekét. Ott voltam, láttam. Jöttünk haza Athénból, és mivel hogy nem jutottuk a 16 közé, fogták, azt kiszurkálták. Hagyjuk már ezt a virtuális, most már Európában 56 csapat, vagy az Isten tudja hány csapat indul egy ilyen himi-humi UEFA kupán. Tehát nem megy. Az UEFA is, igenis, tessék szívesedni kimondani, az UEFA is egy gazdasági szervezet lett. És hát nem, érdekli, nem érdekli, ami a benne van a nevében, vagy ami a dolga lenne. Az európai futball érdekképviselete, az európai futball védelme. Ugyanúgy nem érdekli, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséget se érdekli. Nézd meg körülöttünk a világban, bárhol. Románok, a legnagyobb tisztelet nekik. Látták, hogy elindult ez a menedzserháló Románia felé, azt mondták, álljunk egy pillanatig, 40% a román. Ne, nem jövünk ide fekete norvéggal. Mert az nem Európa. Jó, váltsunk. Előbb említetted, hogy Leverkusen kapta a Ferencváros. Félig meddig tulajdonképpen örülnek a fradi szurkolók. Igen. Hiszen is a régen ugye találkoztak a Leverkusennel, itthon ugye megverték őket. Hogy látod az esélyeket? Van, és amit te most elmondtál, ennek fényében egyetem a pénzbevételen kívül... Nem érdekel. Tehát ez... Én imádom a Ferencvárost. Mindent a Ferencvárosnak köszönhetek. Mindent. Amit tudok, azt mind ott tanultam. Albertektől, Orosz Pali bácsiktól, Horváth Api bácsiktól, Rákosi Gyuláktól, akik a sajátjukat imádták. És a legfontosabb volt egy Albert Floriannak, aki egyébként, kapaszkodj meg, Európa egyik, ha nem legjobb labdarúgó vezetőjévé vált, miután abba hagyta a labdarúgást. Az biztos, hogy az egyik legintelligensebb, de hogy a legjobb is volt, a 100-100. Mert olyan utánpótlás hozott a Ferencvárosba létre, ahol a Ferencvárosnak, mint tornaklubnak, mint egyesületnek megvolt az a színvonala, amit ő határozott meg, nyilván a saját játékával és pályafutásával, és ahhoz képest évről évre, öt évről öt évre dobott mindig egy nemzetközi színvonalú képzésben részesült, Magyarországon képzésben részesült Európa vagy nemzetközi klasszist. Ezt ma Magyarországon egyetlen egy labdarúgó vezető nem tudta az elmúlt 40-50 évben megteremteni. Kivételes ember volt, mert kivételes ember volt, kivételes intelligenciával és kivételes nevelőképességgel. Le a kalappal előtte, Isten áldja, ahol van. Akkor nem érdekel a Ferencváros. De a Ferencváros érdekel, ez a multikulti Ferencváros. Ez nem érdekel, hogy hogy szerepel. Semmilyen szinten. Tornaklub szinten igen, tehát a Ferencvárosi Tornaklub szurkolója vagyok, leszek, maradok, amikor meghalok, akkor is az leszek, de ez amit ez a Kubatov brigád művel, ne haragudjon, vagy ne haragudj, ez nagyon-nagyon nem szeretem az olyan egyesületeket, világszinten sem, akik identitásukat vesztik. Azt meg, hogy valaki egy politikus vezetésével egy egyesület identitását veszi, azt nem tűröm. Nem véletlenül állunk perbe, haragba, becsületsért és egyébben különböző bíróságokon. Még mindig állnak ilyen, hogyne, ugye hogyne. Még vannak folyamatban? Hogy, tehát igen, mert nagyon ez a... Néha beleszaladok ebbe a Kubatov listába. Tehát akkor nem szeretnek éppen. És akkor... jön a Vauva, Míri, és akkor följelent. Most szeretnek? Nem kedvelnek. Most nem kedvelnek? Nem kedvelnek. Akkor nem is mész ki a fradi pályára? Soha nem voltam. A Grupama Arénában egyetlen egyszer voltam, és azt köszönt Kubatov Gábornak az átadása előtt, a stadion átadása előtt az a megtiszteltetésért, hogy az egyesület elnöke körbevitt a stadionba. Megköszöntem neki, mert tényleg én úgy gondolom, hogy egy csodálatos létesítményt hoztak létre a magyar állam, mert ugye a Ferencvároshoz semmi köze nincs, az biztos. Ha csak egy bérleti szerződést nem tekintünk annak. Eltüntették a fradi pályát, aztán lett ez a Grupama Aréna. Akkor most a focihoz mennyire kötődsz? Így aktívan?
Hát jogi úton fogalmazzunk így finoman, Ózdal kapcsolatban, ott azért vívok, hogyne, persze. Minden másik nap bíróságban vagy? Hát úgy egy héten egyszer-kétszer azért beleszutalod egy ilyenbe. De például ott is, hála az Istennek, nem elvetélt gondolatokat próbálok megosztani a közzel, a jogon keresztül, mert például a műfős pályaépítések majd előbb-utóbb elérnek abba a stádiumba, hogy egyszer megkérdezzük, hogy a remek idézőjelben kommunista időszakban a mi szocialistává avanzsálódott politikai és gazdasági vezetőink milyen alapon tüntettek el 90 és 2000 között közel 3000 futballpályát, meg közel 3000 klubot, vagy 2000 klubot, majd milyen indítatásból építettek a helyükre több mint 1000 műfüves pályát, egészség és környezet romboló hatású műfüves pályát, annak alapján, hogy jöttek a reformkommunisták, ugye a mostaniak. Tehát... Jó, nem sok időnk maradt hátra, viszont hétvégén szombaton Videóton vasas kiesési rangadó. Videótonon is jól tudom, annó, hogy perbe voltál Fehérvárral, nem tudom most mi jött a helyzet, hogy vagy, tehát ott is ismersz mindent, erre csak arra akartam köszönöm tanulni. Szépen, igen. Mi van a Fehérvárral? Mi az, hogy kiesési rangadót játszik a Vasassal? Engedd meg, hogy egy mondattal avval kezdjek, hogy a Fehérvárral nyilván van jogi vitám, ami azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztességgel zajlik az én irányomból. Majd meglátjuk rövid időn belül, hogy ez hova fog fajulni. Remélem, hogy nem kell keménykednem ebben az ügyben. A másik pedig, visszatérve az eredeti kérdésedre, egyszerűen arról van szó, hogy a Vasasnál is ugye egy iszonyatos játékos mozgás kezdődött el már az MB2-ben, hiszen MB2-ben volt, ugye éveken keresztül riogattak mindenkit avval, hogy majd följutnak az MB1-be. Aztán a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, meg az ő általa vezetett bank segedelmével ugye följutottak az NB1-be, és egyszerűen ráöntötték a magyar menedzseri odák, vagy nem magyar menedzseri odák, ráöntötték a játékosaikat erre a klubra, ami az eredményből látva, gyakorlatilag semmiféle szakmai koncepciót nem tartalmazott. Egyszerűen arról van szó, hogy szerencsétlen Kondás Elemér, azért mondom, hogy szerencsétlen, mert jó viszonyt ápolok vele, és nem a képességére mondom, hanem az állapotára. Tehát egy teljesen reménytelen harcot vív, hogy valamiféle csapatot formáljon abból, edzői szempontból, mert mint egy ENSZ katona, annyi érdeknek kell megfelelnie, annyi zászló alatt harcol. Úgyhogy egyáltalán nem lep meg a Vasas ilyen típusú veszőfutása. És visszatérve a Videótóra, ott meg azt nem személyes kapcsolatnak, hanem inkább régi baráti kapcsolatnak nevezném, a Huszti Szabinak nézem a killódását, akit gyakorlatilag falhoz állított a Videóton játékos kerete. Tehát egyszerűen be fogják áldozni a fiút. Két dologba is szerintem hibázott a Szabi. Az egyik dolog az, hogy akármennyire is egy csodálatos pályafutást tudhat maga mögött, és akármennyire is anyagi biztonságban tudhatja saját magát és a családját, az edzőpálya véleményem szerint nem úgy működik, vagy tapasztalatom szerint nem úgy működik, hogy egyik pillanatban a másikra vezetőedző vagyok, aztán elviszek egy ilyen Videóton szintű klubot, tehát nekem ez szent meggyőződésem, hogy nem így működik, és ez is a tapasztalatom. El kellett volna telnie tanulóidőnek, és nem egy 8-10 hónapos vagy egy éves licensz tanfolyamot, hogy elvégzek, hogy az van,
igenis ehhez nagyon komoly főiskolai vagy egyetemi végzettség kell, aztán az egyetemi idő alatt nyilván edzősködni kell, és utána szépen fokozatosan odaérni. A Szabinak nagyon-nagyon komoly, úgy szintén tapasztalat, nagyon-nagyon komoly képességei vannak arra, hogy Európában, nem csak Magyarországon, Európában egy jól prosperáló csapatot vezessen edzőként. Ez az út, amit választott, szerintem egy elhamarkodott, elkapkodott dolog. Kettét törheti esetleg az edzői vezetői karrierje? A Szabiét nem fogja, mert emberileg olyan jó kvalitásokkal rendelkezik, hogy nem egy feladós, tehát ő igazi fradi nevelés, nem fogja ő feladni. Az félő, hogy Magyarországon és nagyon sok nagy nevű elődje nem Magyarországon teljesedett ki edzőként, az félő, hogy nem Magyarországon fog ki teljesedni, tudnivik, olyan szinten húzzák vissza, olyan szinten állítják falhoz az edzőket, a menedzserek és a menedzserek által képviselt játékosok, a magyar edzői kart, hogy itt ki nem fog senkiről derülni az elmúlt 10 évben, hogy ki rendelkezik jó edzői kvalitásokkal, vagy rossz edzői kvalitásokkal. Ők oda vannak téve, fölveszik a fizetésüket, aztán néznek ki bután a fejükből. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagy megtiszteltetés volt. További sportosat.